uniós ügyekkel folytatjuk. Nem biztos, hogy érvényesül az úgynevezett csúcsjelölti rendszer az Európai Bizottság elnöki pozíciójának betöltésében. Ezt nyilatkozta Angela Merkel. Ezzel gyakorlatilag beismerte a német kancellár, hogy Manfred Webernek egyre kisebb az esélye a posztra. Merkel személyesen ugyan még mindig támogatja a csúcsjelölti rendszer, de úgy fogalmazott, hogy a helyzet sokkal összetettebb, mint 5 éve volt. Elemzés következik. Barna. Köszönöm szépen az Alapjogokért Központ elemzője, Párkányi Eszter. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Én belekapaszkodnék itt, ami a felvezetőben elhangzott, hogy Merkel szavakban még támogatja. Szavakban még igen, de tettekben? Valójában ugye név szerint nem is említette Manfred Webert. Szegény Weber egyébként most már valószínűleg rájött, hogy ott nagyon bepaliszták ezzel a csúcsjelölti rendszerrel. És lehet, hogy akkor még enyhén fogalmaztunk. Igen, ugye most neki azt hiszem a Die Weltben jelent meg egy ilyen vendégírása arról, hogy miért csak ő lehet az Európai Bizottságnak az elnöke. Érdekes dolgokat ír benne, hogy mégis csak a legtöbb szavazatot kapott párt csúcsjelöltje legyen, mert ez így demokratikus, majd hozzátesz, hogy ne a hátsó szobákban zárt ajtók mögött dőljenek el a lényeges kérdések, bár egy kicsit izgalmas ez a kijelentése, mert amin a Berlinbe rendelte a Annegret Kramp-Karrenbauer, a CDU elnöke, és a kancellár maga, hogy elbeszélgessenek egy hátsó szobában, zárt ajtók mögött. És pontosan ez zajlik a többi uniós főtisztség kapcsán is. Tehát most vasárnap lesz az uniós csúcs, amin dőlőre kéne jutni. Jövő héten kezdődik az Európai Parlamentnek az ülésszaka. Bár egy nappal eltolták már a parlament elnökének megválasztását, adtak 24 órát. Az Európai Tanácsnak. Igen, kérdés elég lesz. Mert hát ugye egy csomagrendszerben szeretnének dönteni erről. Donald Tusk múlt héten még azt mondta, hogy egyszerre szeretnék az összes jelöltnek a nevét az Európai Parlament elé beterjeszteni, és hogyha most vasárnap ebben nem sikerül megállapodni, az kifelé nagyon rossz képet mutat az Európai Unióról. Biztos, ami biztos, Merkel kancellár azt mondta, hogy ő a csúcson most 30-án neveket szeretne látni. Nem is egy nevet, neveket. De hát, gondolom, ott is számítanak csúszásra, mert a hétfői munkareggelit már elkezdték szervezni a résztvevők számára, tehát ha esetleg véletlenül nem sikerülne nevet találni, akkor folytatják tovább. Igen, most, ugye, ahogy mondtam, főleg így a háttérben zajlanak az egyeztetések, tehát elemzőként én nem látok bele abba, hogy milyen neveket dobnak be a politikusok, az államfők és kormányfők. Viszont már nagyon sok helyről lehetett hallani Michel Barnier-nek a nevét. Ő ugye korábban az Európai Néppárton belül csúcsjelölt jelölt volt Junckerrel szemben 5 évvel ezelőtt, és akkor már Magyarország támogatta őt, tehát a Fidesz őt szavazta meg a néppárton belül, viszont ugye akkor Juncker került ki győztesként. Ő egy kompromisszumos jelölt lehet, ugyanis a visegrádi négyek is támogatnák őt, tudomásunk szerint, másrészt pedig francia, tehát valószínűleg Emmanuel Macron is szeretne a saját országának egy jó pozíciót szerezni. Azt is mondta Merkel kancellár, hogy 5 évvel ezelőtt, amikor Jean-Claude Junckert választották meg, akkor egészen más volt a helyzet. Most viszont átrendeződtek az erőviszonyok, így szerinte is ez a, bár támogatja a csúcsjelölti rendszer, de úgy véli, hogy ez most nem lehet megoldás, mert például a V4-ek is megerősödtek, és az ő szavukat is komolyan kell venni. Be kell írni a vélemények rovatban, nem kell ott hagyni, hogy futottak még. És igazából a németek is meggyengültek, tehát Angela Merkel... Ez meg a másik. Angela Merkelnek a pártja, illetve a pártkoalíció, a CDU-CSU, az történelmi mélyponton van. És a zöldek beelőzték őket, ha csak 1%-kal is. Azt igen, mondják, most... ez hibahatáron belül van, ám mégis 1% az 1%. Már az is meglepő, hogy utolérték őket valójában. És ezzel, hogy a németek meggyengültek, a franciák elkezdtek helyezkedni, valóban átalakultak most az erőviszonyok. Milyen most Berlin és Párizs viszonya? Ilyen hullámvölgyek jellemezték mindig is. De most valahogy állóháborúvá alakult. Valahogy nem, nekem az az érzésem, hogy mintha Merkel kancellár nem mondaná ki az igazi véleményét, amit mondania kell, vagy mondania akar, mert Macron viszont folyamatosan mondja. Azt mondja, hogy ez a csúcsjelölti rendszer úgy rossz, ahogy van, ezt el kell felejteni, az uniót meg kell reformálni, stb. 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 Ja, meg egyébként pénzt kérne a németektől. Erre mondta Berlin, hogy az nincsen, nektek meg főleg nincs. Igen, hát Merkelnél én is azt éreztem most, hogy valamennyire visszakozik. Valójában szerintem ő is belátta, hogy ennek a csúcsjelölti rendszernek nincsen értelme, csak most már
nem akar egy hátraarcot csinálni, mert nem néz neki jól, és most gyengíteni tovább az ő pozíciójukat. De meddig mehet el a német kancellár? Hol a fal? Ez most azért érdekes, mert hogy a britek még bent vannak az Európai Unióban. Ez egy külön érdekes kérdés, mert szavazni fognak. És aztán utána, tényleg, hogyha az Egyesült Királyság ki is lép az Unióból, a képviselőknek, akiket megválasztottak, brit képviselőknek, le kell mondaniuk, vagy ez a mandátum megtartható? Ugye korábban ilyen még nem volt az Európai Unióban, tehát... Nem tudom, utána kellett volna nézni az alap. Nem tudom, ez egyáltalán szabályozva van-e? Úgy tudom, hogy egyébként nem kell visszaadniuk a mandátumukat, hiszen egyébként őket megválasztották. Tehát ez ilyen az szempontból van legitimációjuk, csak itt fognak szól, képviselni. Ha ő lemond, akkor oké. Okay. Igen, csak ugye kérdés, hogy kit az ország kilép az Unióból, de a képviselői egy része meg benn marad. Valóban, hát mondanám, hogy talán azokat a brit polgárokat fogják képviselni, akik az Unió valamelyik országában maradtak, ott laknak, ott vállaltak munkát. Ez egy valóban érdekes kérdés. Elhúzódhat a bizottsági elnök megválasztása őszre? Csak az a gond, hogy közben meg a parlament meg összeül és megválasztja az elnökét, akkor lépés előnyben lesz. Az egy dolog, de akkor például a csomagrendszerrel sem tudnánk, hogy mi lenne. Tehát most azt mondták, hogy egyben szeretnék beterjeszteni a neveket, akkor az azt jelenti, ez hogy csak akkor tudunk EP elnököt, akkor tudnak EP elnököt választani, hogyha egyben a bizottság elnökét is megválasztják, és a többi pozícióra is. Ez kapcsolt áru. Hát érdekes lesz a uniós csúcs most. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm.